Az alapszakasz hajrája, a Magyar Kupa döntő és a rájátszás előtt a válogatott meccsei miatt még volt egy hosszabb szünet a bajnokságban, 3 hét állt a csapatok rendelkezésére. Nyíregyházán is igyekeztek hasznosan kihasználni ezt az időt, Pető Ákos vezetőedző elmondása szerint két része lehet bontani az elmúlt időszakot. Nagyon fontos volt a játékoskeresés, és meg is találtuk, és új játékosunk is érkezett, és utána viszont el tudtunk már kezdeni rendesen dolgozni. Tehát azt mondom, hogy az utolsó másfél hét volt az, ami már tényleg a minőségi és érdemi munkáról szólt. Előtte inkább a rehabilitációról is, lehet az egyéni dolgokról volt szó, de úgy érzem, hogy tartalommal tudtuk megtölteni ezt a 3 hetet. Az új légiós, a 33 éves, 203 cm magas amerikai Alonso Coleman legutóbb a török másodosztályban szerepelt. Érkezésével a klub elköszönt Szetlődétől. Azt láttuk, hogy egy kicsit szerkezetben változtatnunk kell. Alapvetően elégedettek voltunk Szetnek a teljesítményével. A számok azt mutatták, hogy hasznos ötödik légiósa volt a csapatnak. A padról érkezve tudott sokszor új energiákat bevinni a mérkőzésbe. Viszont nem egy klasszikus ötös pozíció a játékos volt, és sajnos ezen a poszton elfogytunk, hiszen nem úgy jöttek a teljesítmények esetleg másoktól sem, ahogy vártuk. Úgyhogy arra a döntésre jutottunk szakvezetés szinten, illetve az edzőkkel, hogy inkább egy ötös pozíciójú klasszikusabb centerre van szükségünk a továbbiakban. A jelenleg 11. helyen álló két cápák számára még elérhető a biztos bennmaradás jelentő 10. hely. Ehhez első lépésként a 8. Szegedet kell legyőznie Pető Ákos együttesének. Nehezen kezdték a szezont, a nemzetközi kupa miatt egy kicsikét hullámvölgyben voltak, de utána rendbe jöttek, légiós cseréltek. Azt gondolom, hogy a 4 légiósuk nagyon erős és nagyon jól tudnak együtt játszani, illetve a magyar magban úgy gondolom, hogy a Bognár Kristóf az válogatott szintű, illetve légiós szintű teljesítményt tud letenni, és nagyon jó kiegészítő emberek vannak. És ami nagyon nagy előnyük, hogy többen már ott vannak évek óta, és nagyon jó csapatkohézió van az edzőstábbal is, tehát ez mindenféleképpen előnyük. De úgy gondolom, hogy ha azt a támadójátékot tudjuk hozni, ami ránk jellemző, és védekezésben egy kicsit előrébb tudunk még lépni, visszaszorítani a kapott pontokat, bár nem lesz egyszerű, hiszen az egyik legpont erősebb játékos ott játszik Szegeden, akkor úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk van, illetve hát győzni szeretnénk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Szeged mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. A forduló további párosítása következő: Debrecen Atomerőműese, Pécs Oroszlány, Körmend Sopron, Zalaegerszeg Albafehérvár, Szombathely Kecskemét és Kaposvár Szolnok.